Oké, okay. Jaj, ezt nem láttam le. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó az könyvadaptációs videó lesz. Nem így akartam idézni, mindegy. Szóval a lényeg az, hogy itt van az új év, nincs amikor ezt még felveszem, de ezt engedjük el. 2024 van, és minden év elején, januárban ugye azzal szoktam indítani, hogy megcsinálom a kedvenc könyves, legkevésbé kedvenc könyves, blablabla bla, bla videókat, és ebbe bele tartozik az is, hogy milyen adaptációk várhatók az adott évben, illetve milyen adaptációkat láttam az előző évben, és ez most az lesz, hogy milyen adaptációk várhatók 2024-ben. Egyébként azért nem szerencsés mindig így évelején csinálni ezt a videót, mert egy csomószor évközben jönnek így random bejelentések, amiket egyből ki is raknak évközben, szóval így történnek néha ilyenek, vagy valamiről nem tudok, és aztán megtudom, és akkor ebben nem kerül bele, nem baj, ezért van, amit léztem előző évben adaptációk, mert azt bele tudom rakni. Arról tudok akkor beszélni utólag legalább. Egyébként így a 2024-es listákat nézegetve most nem nagyon találtam sok olyat, amit, de ezt már az elmúlt pár évben is mondtam, nem nagyon van olyan, amit olvastam, vagy érdekelne, és azt adaptálják, hanem nagyon sok olyan van, ami nekem itt semmi közöm úgymond, vagy számomra nem izgalmas hír, hogy azt az adott könyvet adaptálják, de azért összeszedtem párat, ami 2024-ben jön. Az egyik ilyet ki is lövöm, mert az igazából ilyen Jolly Joker, ugyanis ez 2023-ban jelent meg, de egész januárban még lesznek részei, ez pedig nem más, mint ugyebár a Percy Jackson sorozat, aminek hát igazából három része jön ki 2023. decemberben, vagy jött ki, és még 2024-ben jön a maradék 5 január végéig bezárólag ki is fog jönni, én úgy tudom, mind a 8 rész, úgyhogy ez így ugye 2024-ben jön a nagyobbik adagja, szóval fogjuk rá 23-24-es adaptáció, ez tényleg ilyen plusz egy, hogy van, már kim van, nézzétek, eddig nagyon jó. A következő, ami számomra olyan, hogy nem olvastam, viszont eddig úgy hol jobban, hol kevésbé élveztem az adaptációját. Ez nem más, mint a Bridgerton sorozat, és ennek a harmadik évada 2024 májusában várható, ha jól emlékszem a dátumra, ami viszont tudom, hogy ugrottak, mert nem a harmadik könyvet, hanem a negyedik könyvet adaptálják ebben most, mert a Penny Collins szálat fogják felfedezni. Az első évada a Bridgertonnak az nálam ilyen elmegy, a második évad sokkal jobban tetszett, és így élvezem nézni, annyira nem tervezem olvasni, mert de ezt már talán mondtam többször is, ami miatt nekem tetszik a Bridgerton sorozatban, az nincs benne a könyvben. Nagy valószínűséggel, ahogy én utána olvasgattam, úgyhogy annyira az nem vonz, hogy elolvassam a könyvet, de magát az adaptációt eddig élvezem. Meg a Queen Charlotte is jó volt, ami ugye meg spin-offja. Szóval ez az egyik, ami így érdekel 2024-ben. A következő, ami szerintem ezt mondtam tavaly is, csak ugye most volt a Hollywood Strike, meg minden, ami miatt sok minden csúszott, és ez szerintem amúgy is csúszott, de a lényeg, hogy 2023 helyett 2024-re írják, ez pedig a Dűne második része. De azért az első részt mutatom, mert azt hiszem az első könyv volt, van két részben adaptálva így. Nem pontosak az információim szerintem ezen a téren, mert hogy még mindig nem olvastam a Dűnét, de igen, itt van mögöttem a teljes sorozat, de majd egyszer eljön a nap, amikor elolvasom a Dűnét. Egyszer. Egyszer. Ennek még annó egyébként ugye moziba láttam az első részét, és igazából azért is kezdett el érdekelni, mert amúgy úgy, ahogy tetszett a film, csak nyilván ez egy elég masszív világépítéssel rendelkező sztori, amit nem lehet úgy átadni filmben azért, hogy hibátlanul értse az ember, meg mindent meg tudjanak magyarázni. A következő, amiről mintha már beszéltem volna szintén, de lehet, hogy rosszak az emlékezeteim, nem, vagy az emlékezetem. Szóval elvileg a három test problémából Sixin Liu-tól, lehet, hogy én mondom szegény nevét, még mindig, jön adaptáció, bár ahogy néztem, mintha lenne még, vagyis nem egészen, hogy kettő jön, vagy már kijött, de most úgy néztem, hogy ez
24 márciusában lesz belőle film. Ez is jönni tökre érdekel, de még mindig nem olvastam. Csak nagyon a radaromon van ez a könyv. És én esküszöm úgy emlékszem, mintha tavaly videóban is mondtam volna, vagy valahol egy ponton beszéltem volna arról, hogy ebből lesz adaptáció egy videóban. De most, ami listákat találtam, azok ezt 2024-re írták, úgyhogy 2024 március elvileg. Nem hiszem, hogy el fogom olvasni márciusig sem, mert ez is egy elég masszív könyv. Bár... Meglátjuk. Meglátjuk, mit hoz 2024, mert ugye sokat mondtam 2023-ban, hogy annyira nem ment az olvasás, főleg az év második felében, és nem tudom, hogy ez 2024-ben hogyan fog változni. Inkább lerakom, mert nincs ennyi hely az elemben. Oké, a következő, ami nem tudom teljesen hova rakni, így kicsit engem váratlanul ért, nem tudom, hogy ennyire elkerült, vagy hogy... És most csak úgy felmutatom, elvileg jövő decemberre írták, szóval az még lehet 2025 lesz a végén, de elvileg készül animációs film sorozat. Nem tudom, a Rohirok háborújából, itt amit én felírtam, az Lord of the Rings, The War of the Rohirrim. Animáció december. Ami így, lehet hallottam, csak lehet, hogy miközben ugye a Rings of Power ment, közben ezt így mondták, hogy lesz ilyen is, csak a Rings of Power az így elvitte a figyelmet, nem tudom. De ugye elvileg lesz ilyen, és ez ugye nem a Gyűrűk Ura sztoriát fogja, hanem a rohíroknak a sztoriát fogja valahogy felfedezni. Valami ilyesmi. Tehát, hogy még a Gyűrűk Ura történései előtt. Vagy a Gyűrűk Ura fő történései előtt, mert ugye van benne, a Gyűrűk Urában is vannak olyan dolgok, amik a múltban történt. Nem mindegy, értitek, hogy mire gondolok. Tehát, hogy így, ami a Gyűrűk Ura jelene előtti történés. Ez a Rohir háború. Ami lehet, hogy a Silmarillokat passzolóbb lett volna feltartanom. Szóval elvileg lesz egy ilyen is animációban. Úgyhogy ez most egészen felkeltette az érdeklődésemet, mert tényleg abszolút nem emlékeztem, hogy erről szó lett volna bárhol is. De csekkoltam IMDb-n is, szóval elvileg ez tényleg van. Ez egy valid dolog, úgyhogy kíváncsi vagyok, mert engem a Rings of Power őszintén nem fogott meg, eluntam kb. 3 rész után. Ez meg nem tudom, ha sorozat, ha film lesz, de anime... Potenciált látok benne. Oké. A következő, amit szintén nem tudom most, hogy már hallod, valamiért nem lepődtem meg, de elnézést, de hogy így nekem a 2023 az ilyen... nem tudom, kicsit ilyen fever dream-szerűen, így vannak dolgok, amik rémlenek, és vannak ilyen tök nagy foltok, hogy ott nem tudom, mi történt, de csak azért, mert az időérzékelésem az abszolút felborult így az évben, tehát, hogy fogalmam se volt soha, hogy éppen hol tartunk az évben, tehát így káosz volt, maradjunk ennyiben. És szerintem valahol, legalább Discordon lehet, hogy láttam ezt a hírt, de elvileg jön Simon Stålhagennak, vagy Simon, nem tudom, hogy kell mondani a nevüket szegényeknek, mert ugye ő meg svéd szerző, de hogy az elektronikus államból is jön elvileg jövőre adaptáció, és a főszereplője egyébként Millie Bobby Brown lesz. Szóval ez érdekel, mert az elektronikus állam ugye egy olyan könyv, ami ilyen képes album, ilyen nagy illusztrációk vannak benne, de van mellé szöveg is, szóval így a képregény meg az album határánál valahol nem vagyok, ilyen műfaji besorolásokban nem vagyok mindig jó. De nagyon kíváncsi vagyok, mert az elektronikus államnak elég jó így a atmoszférája, és nagyon szerettem azt a könyvet. Úgyhogy arra nagyon kíváncsi vagyok, hogyha majd jön. Szóval vannak azért érdekességek így 2024-ben is, amik érdekelnek, aztán így random lehet lesznek dolgok, amiket meg fogok nézni, és azt mondom, hogy ezt nem is tudtam, hogy jön. Mert hogy évközben jelentik be, és lemaradtam róla így évelején. És az utolsó, amit szerintem szintén az idei évre mondtam, mert megnéztem a 2023-ban várható adaptációs videómat, és abban már említettem ezt egyszer, de ugye egy csomószor ezeknél a listáknál eleve az, hogy mikor fog jönni, szintén spekuláció, mert beleírják őket akkor is, ha csak éppen be lett jelentve, hogy készül. A Percy Jackson sorozat is ilyen kéteses volt, ugye, hogy mikor
hogy jönni fog-e idén, mert ugye februárban fejezték be a forgatását, tehát igazából majdnem 2024-ben jött, de ugye december 20-án adták ki az első részt. Szóval az utolsó, ami a listámon szerepel, az még mindig a Spider-Wick krónikáknak az új adaptációja, amit már egy ideje tudok, hogy ugye készül, de most úgy néz ki, hogy jövőre, idénre, 2024-re tolódott az, hogy megjelenjen maga. Ilyen casting meg ilyenek már egyébként volt hozzá, tehát hogy így vannak színészek besorolva mellé IMDb-n is, szóval nem tudom, hogy itt is a hollywoodi sztrájkok, vagy mi az, ami miatt pontosan csúszott, lehet, hogy alapból is csúszott volna, de hogy ez is egy olyan, hogy várhatóan érkezik ugye belőle az új adaptáció. Nagymatagnak érzem ezt a listát. Nincsen különösebben olyan adaptáció jövőre, most azért mondom, hogy jövőre, mert 23 van még, mikor ezt a videót felveszem. De hogy nincsenek kifejezetten olyanok, amik iránt ilyen külön izgatottságom van. Vannak, amik érdekelnek, hogy majd, ha oda kerülünk, akkor valószínűleg megnézem, vagy lehet megnézem, de hogy olyan, mint mondjuk tavalyról idénre, vagy 22-ről 23-ra, ami mondjuk ugye a Percy volt nekem, és ezt ugye így vártam, hogy úristen jön, ilyen adaptáció így nem jön. Szóval... ez most egy ilyen lista. Ezeket találtam, nem tudom. Ezeken kívül nyilván egy csomó másik könyv is van, amit adaptálnak 2024-ben, viszont mint már mondtam, tehát ezek olyanok, hogy vagy sose hallottam róla, vagy abszolút így annyira nem érdekel, vagy így nagyjából vágom, mert azt hiszem például, hogy valami Frankensteinből is jön új adaptáció, de ez is olyan, hogy így vágom a Frankenstein sztorit, de nem olvastam a könyvet, és így nem tudom, hogy valaha láttam-e bármilyen Frankenstein adaptációt, hogy őszinte legyek. Szóval azt azért nem hoztam, mert az így nekem nem releváns, annyira ezek relevánsabbak, amiket most mondtam, tehát hogyha valamire van esély, hogy egyébként így érdekel és megnézem, akkor azok ezek, amiket ebben felsoroltam. De kommentben írjátok meg, hogy nektek mik azok a 2024-es adaptációk, amiket vártok. És köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!